Köszöntöm a kedves nézőket, kapcsoljuk a stúdiót, ott várja a jelentkezést Jussz László, parancsol a szikán, tiétek a szó. Köszönöm, hogy megkaptam újra a szót, köszönöm, boldog vagyok. Én nálam boldogabb ember nincs. 20 kávét megittem, 20 mutatót bevettem, mehet az adás, lökjétek, lássék, tessék, halljék, kérem szépen. Újra a vendégünk, Csicsoli bácsi, amiből nem elég, soha nem elég, kérem szépen. Most megkérdezzük, Csicsoli bácsi, Csicsoli faszoli bácsi, hogy egyszer ő, hogy lett Hétszentség bácsi, először megkérdezi. Parancsolj Csicsoli bátyám, tiéd a szó, lökjék, lássék, halljék. Kérem szépen, nagyon-nagyon köszönöm a kérdést. Nem tették volna fel ezt a kérdést, én tettem volna fel ezt a kérdést. Nagyon szép kérdés, kérem szépen, ez így van, valóban. Én vagyok a Hétszentség bácsi, a Nyolcszentségét, kérem szépen, én vagyok a Hétszentség bácsi, kérem szépen. És nem is akármiért, kérem szépen. Megvan ennek a saját maga története, kérem szépen. Nagyon régre kell visszamenni, kérem szépen. Születésem ide éjszakára, kérem szépen. Megszülettem anyám oszában, kérem szépen, kibukfencesztem. 20. emeleten volt a szülészeti osztály, 20. emelet. Itt van az abba, kiestem az ablakot. Istenem, Istenem, a fejem eleztem, talpam vestem. Ott egy macska mellé, a képen tejet ívott. Rám nézett, azt mondja, a Hétszentségét bácsi. Azt mondja nekem. Maga nem a talpra eszed bácsi, bácsi. Maga nem Mohácsi bácsi. Miért meg a talpra eszed bácsi? Azt mondja, akkor minek van az puka fehér, az a három pó? Hát mondom, bukfencezés közben megsérültem, kérem szépen. Azt mondja, a szentségét. Ezt mondta végszóként, kérem szépen. Na kérem szépen, akkor még megint időt udaztam, kérem szépen. Maroszékre voltam, kocsitás, medvék, stb. Na most kérem szépen, érden találtam magam, érden, esküvőn, nem a Tóth Mari esküvőn, nem már, Klaudia esküvőjén voltak szépen, kérem szépen. Ott voltam, nem hívtak meg, nem vagy lehet, hogy meghívtak, csak nem tudták az irányítószám, rosszul írták rá, kérem szépen. Máshová kitik a meghívót, hogy nem kaptam készen, de én is ott voltam idő utazóként. Hát, beestem abba 20 méteres tortába, csak itt tortába. Nagyon jól csinálják érdem a tortát, nem mondom. Nagyon finoman van elkészítve. Ugye mentem fejjel lefelé, és közben kóstolgattam, ettem, harabdáltam. Nagyon jó érzés töltött el, kérem szépen. Finom volt. Úgy volt elkészítve, hogy én szeretem. Úgy volt megcsin a Klaudia, mint a lehet, hogy Klaudia cukrász. Ez is felmerült ám bennem. Lehet, hogy Klaudia közben elment cukrásznak. És lehet, hogy a férje egy cukrász. Erre is gondoltam, kérem szépen. Nagyon jó volt. Na most, hogy leporolom magam, fölkelek, látom, ott van 120 ember körülöttem, nézegettek, és egyszer azt mondják, Klaudia, a Hétszentségét, ez meg ki? Én mondom, a Hétszentségét, én is mondtam. És akkor megszületett ez a dal, hogy Hétszentségét, hopp, mindenki táncolt, én is táncoltam, mindenki táncolt, ritmus a rap, meg mit, kérdezem, nem mentem el, kérem szépen, ezeknek csak én neki segít, ritmusról, arra is megállom, az erre kérem szépen, Klaudia megint csípőletesz a kezét, nem az a Mohácsi bácsi, aki szerepelt az én műsoromban 2002-ben, Klaudia Showban, Klaudia leveleiben, akinek elment, hogy nem az a bácsi, nem mondom, az a bácsi. Na erre kitették a szűrőmet, kirakták a szűrőmet, kidobtak. Édről kérem, Maroszék kerekedik, meg is szajáltam, kérem szépen. Na, ilyen kalandom is volt. Na, aztán volt még egy. Akkor meg belecsuppantam, kérem szépen, toppantam, estem időutazás során Santiago csónakjában. Nem kisgyerek volt, nyugdíjas bácsi, öreg alázva. Persze, volt 30 éves. Akkor mentem tőle a postás, vitte a nyugdíjat. Persze. Hát ilyenbe belecsapottam, kérem szépen. Előbb volt a bálna, már ki volt húzva, ott volt szépen. Ott volt neki, persze, oda volt, ott gyönyörködött benne. Puf, a bálna kiesett, visszaesett a vízbe, kérem szépen, a tengerbe. Hát, Santiago azt mondja nekem, a Hétszentségét bácsi, maga hogy kerül ide
mondom a helyét szentségén, mert ott volt Kelsey-ben. Hemingway az maga tűnt kérem szépen a parton. Írt ezt a könyvet, ezt a öreg halász maga tenger című könyvet. Azt írta kérem szépen, és rám néz, azt mondja fenyegetőző, azt mondja, a szentségén, bácsi, ezt ecsesztek kérem szépen. Hát kérem szépen, így volt ezt kérem szépen. Akkor megint időt utaztam kérem szépen. És ez, és szerencse szombatban találtam magamat, kérem szépen, Kata, Áron, Levente, Orsi, pont Orsi Ákot, kérem szépen, bikinibe. Ez a két gyerek, suhanc, Levente meg a Áron, kérem szépen, méretet vettek. Hát nem temetkezési vállalkozó voltak, hát nem ám, kérem szépen, nem ám. Méretet, melbőség, csípőbős, comb, izom, stb. Mert ugye, hát az Orsi, az izmos, csajám, kérem szépen. Ó, sak, körbe jár, kérem szépen. Minden szombat, vasárnap, sak, körbe van. Oda jár, kérem szépen. Erősíti magát. Hát múltkor rosszát is, kétszer rosszát, kérem szépen. Hát ott kérem szépen, levették a méretet, kérem szépen, és én voltam, azt mondták utána, hogy én vagyok a 9-1. szám, 9-1. utolsó halál, ezt mondták nekem. Erre én mondtam neki a hét szentségét. Hát kérem szépen, ez így volt, kérem szépen. Akkor voltam, kérem szépen, időutazás megint. Voltam 1514 Dózsa panaszfelkelés. Hatalmas földrengés volt, becsapottam, azt hitték földrengés volt. Főke Gyuri rám nézett, azt mondja, a hét szentségét, bácsi. Mondom, hé parasz, nem tudja, merre van Buda? Azt mondja, a hét szentségét, hogy föl se találták. Erre mondom, a hét szentségét, na kérem szépen. És ennyi volt az egész történet, Jusztor, erre varjon gombot, mit tud ehhez hozzáfűzni? Kérem szépen, csak egyetlen egy szót. A hét szentségét.